két sikertelen nap után alaposan kitettek magukért a magyar birkózók a bokcsarnokban rendezett olimpiai kvalifikációs versenyen, hiszen Korpási Bálint, Torba Erik és Varga Ádám is elődöntőbe jutott a kötött fogásúak mezőnyében, vagyis a tókiói kvótáért küzdhettek a délutáni programban. Közülük Varga Ádám járt ettől a legmesszebb, Rióban bronzérmes orosz ellenfele sima túsz győzelmet aratott ellene. Nem úgy alakult, ahogy terveztük, tudtuk, hogy a orosz vetétás az úgymond más szintet képvisel, még itt a mezőnyön belül is, nem vehetni olimpiai bronzérmes, meg világbajnok. Aztán, hogy meg tudom, nem is megkontrázni, de át tudom lépni a pörgetését, nem sikerült, nem kell elkeseredni, megyünk tovább. Torba Eriknek viszont nagyon kevésen múlt, hiszen 60 kg-ban mindössze 5-4-re kapott ki török ellenfelétől, nem csoda, hogy zokogva vette tudomásul, nem jött össze a kvóta. Eléggé fáj. Egy hibát vétettem, és hát ez sajnos el is vitte az egész meccset. Az első menet végén, a legeslegvégén volt egy szituáció, amit talán nem kellett volna egy utólag felvállalnom, de hát akkor felvállaltam, most ennek iszom a következményeit. És már azért jobban vagy így, hogy eltelt fél óra, mert láttuk, hogy rögtön utána elmenekültél, ugye folytott a könnyeid. Azért most már sikerült egy kicsit össze. Igen, sikerült egy kicsit megnyugodnom, bár amikor a Mackó megszerezte a kvótát, akkor megint előtörtek a könnyek, de azok már örömkönnyek voltak. Mert hogy Mackó, azaz Korpási Bálint, ahogy az egész nap jellemző volt rá, ellentmondás nem tűrően birkózott 67 kg-ban, 6-0-ra győzte le moldovai riválisát, így kvótát szerzett a tókiói olimpiára. Gratulálok! Nem tudom, hogy sikerült már felfogni, mert nem látszik még rajtad az a kirobbanó öröm, amit egy olimpiai kvóta gondolom jelent az embernek. Hát ezt gondolom az idő kell, meg még most azért be kell öltözöm egy kicsit mocorogni, hogy holnap is be tudjak mérni. Nagyon örülök neki tényleg is. És egy nagy teher volt azért a bálamon, amit egy idejével cipeltem, és sikerült így is megcsinálom, nagyon örülök neki. Sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magam elé másfél évvel ezelőtt, és nagyon nehéz helyzetekbe keveredtünk mindenki. Már annak örültünk, hogy megtartják ezt a versenyt, és nagyon örülök, hogy tényleg sikerült is. De nagyon sajnáltam a szabadfogást, illetve a nőket is, hogy nem sikerült kvótát szerezniük, és ugye mi maradtunk az utolsó napra, és sajnáltam Torba Eriket is, hogy egy 5-4-es vereséggel nem sikerült neki, és éreztem, hogy nekem kell bizonyítani. Az előzményekről tudni kell, Korpási korábban a 72 kg-osok között versenyzett, az olimpia miatt fogyott le 67-re, 10 év után először. Fogyasztásban mi a legnehezebb ilyenkor, amikor súlycsoportot váltasz, miről a legnehezebb lemondani? Hát mindenről, ugye eleinte az édesség, aztán a végén már a vízről is, étkezésre, mindenről. És akkor most ünnepésgyanánt mi az első? Lehet egy kicsit bűnözni bármiből? Akár mondjuk a döntő után nyilván. Ezzel még nem gondolkodtam, de majd biztos lehet. Az olimpiára helytállni mész, vagy éremért? Én azért megyek oda, hogy a maximumot kihozzam magamból.